Így nézett ki néhány évvel ezelőtt a budavári sikló, és így néz ki most. Több évtized után ismét sor került a sikló teljes nagy javítására. Nem csak a Margit és a Gellért, a két kocsi korszerűsítése zajlott le, de a gépészeti berendezéseket is kicserélték a szakemberek az üzembiztonság növelése érdekében, valamint ezzel egy időben megtörtént a pályafelújítás és a síncsere is. 2021 őszén jött el az idő az úgynevezett J2-es nagyjavításra, ami azt jelenti, hogy a járműveket daruval kiemeljük a pályáról, elszállítjuk a vasúti járműjavító Kft. Műhelyébe, ahol darabokra szedik, a vászszerkezetet átvizsgálják, korrozió mentesítést elvégzik és újra felépítik a járművet. Ezzel párhuzamosan több éve készítjük elő a siklópályájának a felújítását, ugyanis ez 35 éve változatlan formában működött. A sineket kicseréltük egy nagyobb méretű sínre, aminek az oka az volt, hogy a régi kisméretű sínt már nem gyártják. Ennek okán a járművek fékszerkezetét át kellett alakítani, ami az üzembehelyezési folyamatot kissé meghosszabbította. A hatósági átalakítási engedély után az építésvezetőknek egy próbaüzemet kell végezniük, ennek eredményeként pedig elkezdődhet az üzembehelyezés. A siklóval való közlekedés biztonságát nagyban fokozza a menekülő lépcsők speciális kialakítása. A pálya felújítása a síncsere mellett a beton szerkezet teljes javítása és festése is megtörtént, illetve a két oldal található menekülő lépcsők mellé egy korlátot szereltünk fel, így sokkal biztonságosabb a szükség esetén az utasok mentése. Ez azért érdekes és azért volt nagy kihívás a kivitelezőnek, mert ezt bonthatóra kell elkészíteni, tehát ez azt jelenti, hogy ha valahol mondjuk áramszünet miatt megáll a jármű, az ajtaja, hogy nyitható legyen, azt a korlátelemet ki tudjuk emelni. És a pálya maradék részén pedig biztosítjuk a leesés elleni védelmet. A tervek szerint a Margit jármű felső állomása való visszahelyezése után megkezdődik a próbaüzem. Ennek során homokzsákos terheléssel tesztelik a szállítási kapacitást, valamint vészfékmérést is végeznek. És ez a jármű ez úgy van felépítve, hogy a jármű alatt elhelyezkedik egy másik kis jármű, ami az úgynevezett fék kocsi, vagy megfogó szerkezet, ami a sín korona két oldalát fékpofákkal megfogja abban az esetben, három esetben, ha elszakad a kötél, ha meglazul a kötél, vagy ha 20%-kal túllépjük a szállítási sebességet. Ugye ezek a két kocsi egy kötéllel össze van kötve, tehát egymással csak együtt tudnak mozogni, de semmi olyan szerkezet nincs, amivel önállóan meg tudjuk ezt a nem lenne, ha nem lenne ez a fékkocsi. Tehát nem, ez a szerkezet szolgál arra, hogy bármilyen műszaki hiba esetén biztonságosan megfogja a járművet. Várhatóan már január végén megindulhat az utasszállítás. A rekonstrukciónak köszönhetően biztonságosabb az utasmentés, esztétikusabbá és tartósabbá vált a pályaszerkezet, a sínek pedig újabb 35 évig szolgálják majd a sikló működését.